Szia, én Dobos Marci vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum vlogja. Nemrég belefutottam egy 3 évvel ezelőtti, de még mindig brutál esküvői videóba. Just coming into sight. Férjhez ment a miniszterelnök legidősebb lánya, Ráhel. Egy szürke jaguárral érkezett a menyasszony, apja Orbán Viktor kísérte. Az egyházi esküvő a Margit körúti Ferences templomban volt. Az esemény előtt még a járdát is újra aszfaltozták és kifestették a templomot. A lagzit a Tiborcz család birtokán tartják, amely közelében szintén felújították az utat. A menü hagyományos magyar ételekből áll. Ez mi a tökömért hír? Ráhel letett valamit az asztalra, miért külön riportot érdemel az ő esküvője? Vagy ő csak simán egy celeb? Na de várj, kik is számítanak egyáltalán celebnek? És akkor ehhez képest kik a sztárok? Elmondom, vágjunk bele! Celebek, az emberek, akik hiába visznek csődbe egy teljes foci klubot, vagy felejtenek el adót fizetni, ha egyszer kivasalják a helyüket, minden el van felejtve. A sztár és a celeb közötti különbséget a teljesítmény és a média jelenti. Sztár az, aki azért került be a médiába, mert elért valami egészen különlegeset a saját területén. Például megnyert egy verseny, írt egy könyvet, és hasonló. A celeb pedig az, aki azért csinált valamit, ami általában egy otrommon vagy baromság, hogy ezzel bekerüljön a médiába. Maradjunk az előző példánál. Ő itt Berti Krisztián. Krisztián összeöltözött a kutyájával, hogy bekerüljön a médiába. Ő pedig itt Berti Krisztián. Krisztián aranyérmet nyert a londoni olimpián, ezért bekerült a médiába. Gratulálok, Krisztián! És hogy tovább magyarázzam a nyilvánvalót, nagyon nem mindegy, hogy ki kerül be a médiába, és ezáltal kikap lehetőséget arra, hogy az okosságait magyarázza a népnek. Mert ezt lehet jóra használni. Én nemet mondok a családom belüli erőszakra. Simon, no, razim. No to racism. No to racism. Meg lehet baromságra. Jönnek a klasszikusok, meg egy legény van a vidéken a talpal, a legcsukelebb az én vagyok. Lehet, hogy én se értem. Te írsz történelmet? De mi annyi, lehet, hogy hülyék vagyunk ez, de... Tehát az, de nézd, a válasz a kérdésedre, hogy itt ülünk, az már maga a történelem. Na, de visszatérve. Annak, hogy mi folyik a médiából és milyen üzenetek jönnek át, igenis komoly szerepe van. Hadd meséljek erről egyet. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 3 barátnő Meseországban. Cili, Kati és Timi. Cili, Kati és Timi átlagos lányok voltak, nem sokban különböztek Meseország többi lakójától. A 3 barátnő azonban elhatározta, hogy ha törik, ha szakad, ők bizony Meseország hercegnői lesznek, akiket mindenki irigyelni fog. Mivel mesterségük nem nagyon volt, elhatározták, hogy elrabolják Meseország egy-egy urának szívét, és rajtuk keresztül válnak hercegnőkké. Az első lány, Cili, találkozott Tónival, a feltalálóval, kit kemény munkájáról és őszinteségéről ismertek Meseország lakói. A második lány, Kati, még egy ennél is híresebb legény, Peti a frisbee szívét ejtette rabul. A harmadik lány, Timi, elsőre nem volt ilyen szerencsés. Választottját, a népszerű mutatványos Rolit várfogságra ítélték. Tanakodott tehát, hogy miként lehetne ő is hercegnő, de nem talált rá módot, ezért leült a patak partjára és sírva fakadt. Meghalott a sírását Andy, az öreg varázshúd, kit nem csak Meseországban, de még az Óperencián túl is ismertek, és így szólt. Miért sírsz, kislány? Mert a barátnőim mind hercegnők lettek, én pedig nem tudom, mit évő legyek, mondta Timi. Megsajnálta az öreg húd Timit, ezért belestukkolt szivarjába, majd így szólt. Segítek neked én, my dear, ha megcsókolsz, hercegnőt csinálok belőled, és újra együtt lehetsz a barátnőiddel is. Timi pedig egy pillanatig sem gondolkodott, nagy cuppanósat nyomott Andy orcájára, és csiribú csiribá, ő is hercegnő lett. És azóta mindegyütt élnek, míg meg nem buknak. Mielőtt azt mondanád, hogy hagyjuk már, nem para, hogyha valaki így akart ismert lenni, ha azt utána jóra használja, hadd kérdezzem meg. Szerinted ez mennyire üti meg a szintet? Jelenleg egy szépségversenyt zsűrizel. Én alapvetően egy feleség vagyok, egy családanya, és nyilván emellett egy dolgozónő. Csak egy családanya vagyok, akit pont meghívtak egy szépségversenybe zsűrizni. Nappal utána előállt egy ötlettel, hogy van egy nagyon szuper ötlete. Nyissunk egy nagyon cool amerikai típusú fánkozót. Előállt egy ötlettel, és Andynek nagyon tetszett, meg persze nekem is. Egy ismert újságíró belém kötött. Amiatt, hogy én szerepeltem egy szórakoztató műsorban. Nyilván nem azért szerepeltem, mert jó a hangom. Szerepeltem egy zenés műsorban, pedig nyilván nem tudok énekelni. Hol itt a gond?
Szerinted ezek az opciók hány tényleg keményen dolgozó, gyereket nevelő, háztartásvezető nőnek elérhetőek? Segítek? Nulla. De mielőtt még kiakadna a polkorácsi mérő, hogy csak nőket ekézek, szögezzük le, a probléma mindkét nemnél jelen van. Sőt, a férfiaknál általában durában szokott előjönni, mint egy belvárosi fánkozó vagy egy szépségverseny zsűrizése. Eddig is durva keszélyemek van. Kérdés, hogy miből vettem? Piros-fekete helikopterből ki, nagy-fekete autóba be. Hiába nincs a cégének bevétele, és nem tudni miből él, újabb, több százezer forintos táskával látták Habony Árpádot. És mi ez a probléma? A celebség, mégpedig a politikai fajta. Másképpen szólva, az, hogy olyan emberek kerülnek képernyőre, olyanok vesznek 100 milliós házakat, vagy repkednek helikopterrel, akik érdemeik és nem elestek fizetésük alapján, ezt nem tehetnék meg. Amiért viszont elsősorban a nőkről kell beszélnünk, az a hazai mostoha helyzet. A kormányban nincs, a parlamenti képviselőknek meg kevesebb, mint 10% a nő. Ja, a lakosságnak meg a fele. Szerinted milyen üzenete van annak, ha egy kellőképpen tűz közelben lévő férjen keresztül gyakorlatilag bármit meg lehet tenni? Szerintünk baromira káros. Éppen ezért a Momentum egy olyan politikai kultúrában hisz, és egy olyan közélet megépítésére törekszik, ahol mindenki az érdemei és szorgalma alapján boldogul. Ha te is szeretnél egy olyan országban élni, ahol a teljesítmény számít, akkor nézz fel a honlapunkra, ismerd meg munkánkat, vagy csatlakozz hozzánk aktivistának. A végére pedig tőled kérdezek, mit gondolsz, melyik magyar politikai celeb viselkedése a legkárosabb a társadalomra nézve? Ha van bármi ötleted, kommentelj. Ennyi volt mára, találkozunk a jövő héten. Szia!